A Selye János Egyetem megalakulásának 20. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát tartottak az intézmény központi épületében. Az ünneplőket Juhász György, a Selye János Egyetem jelenlegi rektora köszöntötte. Az emlékkonferencián felszólalt még Hankó Balázs, a Magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium felső oktatásért felelős helyettes államtitkára. Ezt követően három szekció következett. Az elsőben Nagy Melinda rektor helyettes vezetésével az egyetem eddigi rektorai Albert Sándor, Tóth János, illetve Juhász György osztották meg gondolataikat az intézmény történetéről. A másodikban Szarka László elnöklése mellett Martin Franc, egykori szlovák oktatásügyi miniszter, Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Bárdos Gyula, az MKP parlamenti frakciójának korábbi elnöke az egyetem alapítás közéleti kontextusáról beszélt. Végül az egyetem városi, egyházi és hallgatói kötődéseiről Somogyi Alfréd vezetésével, Keszeg Béla komáromi polgármester, Lévai Attila, a Kálvin János Teológiai Akadémia volt titkára, és Baka Patrik volt hallgató, jelenlegi oktató beszéltek. Lapunknak Albert Sándor és Tóth János mesélt a rektori időszak kihívásairól, illetve Juhász György az elkövetkezendő tervekről. Keszeg Bélát, Komárom város polgármesterét pedig az egyetem fontosságáról kérdeztük. Hát én igazából a kezdetekről tudnék beszélni, arról, hogy jött létre, hogy alakult meg, hogy fogadta a parlament a törvénytervezetet, és az építkezés, hát a 2004-es építkezés az egyetemnek a kialakítása volt az én feladatom, miniszteri biztosként, és 2004, illetve 2005. február 1-től lettem az egyetemnek a első rektora. Hát olyan, mint minden kezdet, tehát ki kellett alakítani mindent. Nem voltak még a törvénytervezetek se elkészítve, nem voltak a hivatalos fórumokon befutva, például Komáromba az, hogy megjelenik egy egyetem, és akkor kérik az alapítólevelet. És akkor mondjuk, hogy nekünk nincs alapítólevelünk, hanem a törvény maga az alapítólevel. Nem fogadják el, nem lehetett elindítani az építkezést, az átalakításokat. Tehát ilyen apróságok volt, hogy pénzre volt szükség, össze kellett állítani a csapatot, ugye, akik elindítják az egyetemet. De szerencsére 9 hónap alatt az épületeket is megszereztük. Összeállt egy olyan csapat, aki a 600, majdnem 605, 648 diák a lehetett. Mennyire volt fizikailag megterhelő ez az időszak? Gondolom, hát akkor még nem éreztem azt, hogy fizikai megterhelő. Tehát én akkor parlamenti képviselő is voltam, úgyhogy délelőtt a parlamentbe, délután rohantam Komáromba, és tulajdonképpen éjfélig dolgoztunk, szerveztünk. Meg hát amikor nem volt parlamenti ülés, akkor. De akkor nem éreztem, tehát volt egy komoly kihívás, volt egy komoly feladat, amit meg kellett oldani. És ezt szívesen csináltuk azért, mert úgy gondoltuk, hogy szükség van erre. Én köszönöm szépen. 2009-től 2017-ig voltam két időszakban egyetem rektora. Akkor nagyon sok fejlesztést vittünk véghez, főként a tudományos munkákban, publikálások terén, a projektek megszerzése terén, és sok-sok országos akkreditációban vettünk részt, ugyanis a 2008-as, amelyben csak 4,5 éves időszakunkat mérték, nem sikerült, és 14 évvégén leadtuk útbóli akkreditációhoz az anyagainkat, mert 16-ban végül is oda vezetett, 16-ban véglegesen teljesítettük az egyetem besoroláshoz szükséges mindhárom kritériumot, egyetemi kritériumot. Ez volt a legfontosabb, amit elértünk, ugyanis ettől kezdődően nem csak az egyetem nevében található meg az egyetem szó, hanem egyetem besorolású felsőoktatási intézmény is lettünk. Nagyon sok fontos újítást vezettünk be egyetemben, egyetemen azokban az években. 118 belső szabályzatot, rektori rendelkezést vezettem be, belső dokumentumot írtunk, hogy tényleg a szlovákiai felsőoktatás meghatározó intézmény lehessünk mi is, és mondom, 2016-17 óta rendszeresen, minden megmérettetésen teljesítünk, arányában úgy, mint a többi felsőoktatási intézmény, tehát ahol sok ezer alkalmazott van, mi persze nem azt a tömény anyagot teljesítjük, de arányában mi is teljesítjük legalább azt a szintet, amit a többi intézmény. Előttem, mint rektorként egy évvel még, ugye, jelenlegi megbízhatási időszakomból még egy év van hátra.
És hát ugye, mint említettük itt ma is, hogy nem csak a múltról, a jelenlő jövőről is kell beszélnünk. Amit a legfontosabbnak tartok, az az, hogy élni azzal a lehetőséggel, amit ezzel az akkreditációs eredménnyel elértünk. Tehát nekünk új tanulmányi programok létrehozására is lehetőség van azon szakterületeken belül, amelyeket itt felsoroltunk. És hát a következő éveknek az lesz a feladata, hogy olyan tanulmányi programokat hozzunk létre, amely vonzó lesz a diákok, az érettségiző diákok számára, mert mint említettem, versenyben vagyunk. Mi versenyben vagyunk a szlovákiai szlovák egyetemekkel, a magyarországi magyar egyetemekkel, és hát nekünk meg kell szólítani a diákokat, hogy kellő és elegendő számú hallgatónk legyen ahhoz, hogy az egyetemet fent tudjuk tartani. Ami a tanulmányi programokat illeti, van-e már valamilyen konkrétum, vagy ez még a jövő? Nekünk vannak már vannak ugye megfogalmazott tanulmányi program terveink, amelyek a hosszú távú fejlesztési tervünkben vannak. Most azért nem akarok erről nyilatkozni, mert be kell biztosítani a személyi állományt ezekhez a tanulmányi programokhoz, és utána pedig meg kell indítani a belső akkreditációt az egyetemen. Ha ezek sikeresen lezajlanak, akkor természetesen informálni fogjuk a közvéleményt erről. Ahhoz, hogy egy közösség teljes szellemi és másfajta életet tudjon élni, aminek komoly hatása van a gazdaságra is, azt gondolom, hogy elengedhetetlen legyen egy egyeteme, tehát az oktatás teljes skálája elérhető legyen. Ez nem csak a tananyagról szól a mai világban, hiszen mondhatjuk azt, hogy hát a tananyag olyan jelavul 5 év alatt, hanem azokról a közösségekre, azokról az akadémiai csoportokra, azokról a beszélgetésekről, és azokról a sokfajta kezdeményezésről, ami mozgatja ezt a terepet. Nyilvánvalóan ez az akadémiai közeg ide is vonzóan fiatalokat, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló témákban érdekeltek, és ha azt szeretnénk, hogyha a szlovákiai magyar közösség, és ezen belül ennek a központjában, Komáromban ez egy valós dolog legyen, és ne elvonuljanak Budapestre, vagy Pozsonyba, vagy esetleg Prágába, akkor ennek itt az alapjait le kell rakni. Komárom több adottságában erre egy megfelelő hely, hiszen van egy tradíció, van egy történelem, van egy inspiráló közeg, van itt az erős szomszédságában egy olyan millió, amiben ezt el tudjuk megfelelően helyezni, hiszen a múlt utal arra, hogy itt komoly dolgok történtek. De a jövőképet is meg kell összhatározni, és pont az a szükséges, hogy egy erős színház mellett, egy jó könyvtár mellett, és még a sok intézmény mellett az egyetemben is kialakuljon az a közeg, ahol a fiatalok összeülnek, gondolkodnak, alkotnak, és megtervezik ennek a közösségnek a jövőjét, beszélgetnek róla, hiszen hogyha nem vagyunk versenyképesek, akkor egészen biztos időkérdése csak, hogy megroppan ennek a közösségnek a gerince. Ehhez kell nekünk egy olyan egyetemet építeni, és még van tennivalónk, az elmúlt 20 év az megfelelő előkészítéssel és munkával, derekas munkával lement, de egy olyat kell, ami nem csak szlovákiai-magyar közegbe versenyképes, hanem egy szlovák és egy magyar akadémiai életben is versenyképes tud lenni. Más kínál egy ekkora az egyetem, más kínál egy ekkora város, mint Budapest. Ez természetes, ezzel nincs semmi gond. Nem is ott kell versenyezni, ahol mások jobbat tudnak kínálni. Viszont egy kisebb egyetem, egy kisebb városba, személyesebb kapcsolatokkal, másfajta együttműködéssel egy más tud kínálni, aminek ennek a közösségnek a megélhetéséhez és élhetéséhez és fejlődéséhez, gyarapodáshoz elengedhetetlen. Ezt tudja a Sejjel János Egyetem kínálni és tenni, és bízunk benne, hogy egyetlen diák elégedetten jön ide, ki tud bontakozni, a tanárai fölé tud nőni, mert egy jó tanár mindig azt szeretné, hogy több legyen a diákja, mint ő volt, az az igazi tanári koncepció és az a motiváció, és ezek után olyan nagy dolgok tudnak itt megszületni, amivel méltó példaként, úgy mint korábban is, Komáromra azt mondták, hogy hát igen, Komáromban történnek azok a meghatározó dolgok, de nyilvánvalóan bízva abba is, hogy sokan esetleg visszamennek a szülőföldjükre, ott segítenek, egy olyan közeget tud biztosítani Komárom, ahol mindez megvalósulhat.